Szeretném elmondani nektek az igazságot a világ végéről. Amikor minden halott feltámad. Szeretném elmondani nektek az igazságot az Istenről. Nekem nagyon szép gyermekkorom volt. Egy hatalmas kastélyban éltünk, a Holtenger partján. És most 30 ember él egyetlen szobában, és egy fekete macska a király. Én még soha nem láttam igazán szép férfit. Úgy értem, hogy igazán szépet. Mindegyik férfi, amelyik nem csúnya, az homoszexuális, vagy homoszexuális. Az anyámnak 11 gyermeke van, 11 különböző férfitől. Nekem nem lehet gyermekem. Viszont akkora a gyomrom, hogy bármit meg tudok enni. Fel tudom falni az egész világot, like a fucking kis gömböc. Ha! 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 Puncim egy torta. Bárki ehet a puncimból, de csak ehet, semmi mást. Minden ember jó legbelül. Az anyám engem jobban szeret, mint a nővéremet. Az oroszlán fókák pingvineket erőszakolnak meg. Ha meghalok, senki sem fog emlékezni rám. I have Jewish origins. This is a Jewish building. I have a Jewish origins. That's why I can make fun of this. A szólóm egy papírdarabról szól, amire ráírtam az összes hazugságomat, és odaadtam a férjemnek. Én soha nem beszélek a férjemről. A férjem Afrikában halt meg 1998-ban. Szeretnék megdugni egy férfit egy felcsatolható műfasszal. Az apám meghalt. Félek a jövőtől. A kutyák olyan aranyosan szexelnek. Ezen a nyáron megtanulok boxolni, és teljesítem az álmomat. Megverem a férjem. Ez a vége. Köszönöm. Hola, hola. Hola, hola.
Valaki megragadott a nyakamnál fogva, és a falhoz nyomott. Elkezdett nyalogatni, és megkérdezte, lenni vagy nem lenni. Lehetnék férfi is. Van arra valamilyen gyógyszer, hogy férfi legyek? Csak egy napra szeretném kipróbálni, hogy milyen férfinek lenni. Lehetség ez? Mert in my soul sometimes I feel like a man. Deep in my soul sometimes I feel like a man. I'm sure I would be a cool guy if I would be a man. How do a cool like guy walks? Like that? Or like that? Lehet, hogy sikeresebb lenne a karrierem, hogyha férfi lennék? Lehet, hogy a haszam az laposabb lenne. És lehet, hogy a combjaim is vékonyabbak lennének, hogyha férfi lennék. És mi van akkor, hogyha levágom őket? És mi van akkor, hogyha magamon kívül senki más nem tudok szeretni? Van egy férfi, francia, fír, soha többé nem akarok francia fírást hallani, kivéve akkor, hogyha azért sír, mert annyira megbaszott, hogy az már fáj neki, elnézést. Excusez-moi, can you grab me at my right leg? Excusez-moi, and pull me through in this room. Nézd el, nézd el nekem. Ugye megtennéd ezt, én értem? Orgazmust akarok. Egy mikrofonnal. Mikrofonnal. Mikrofonnal.
senki mással, csak egy mikrofonnal. Így. Kind of. I hate my life. I ate some poisoned black stone when I was flying in the hell. Szeretnék elégni, miután meghaltam. De nem csak a testem. Soha többé nem akarok létezni. Szerintem a munkám semmi sem jelent nektek. Teljesen feleslegesen vagyok itt. Úgyhogy elmegyek. Most. Köszönöm. All love leads to grief. But I don't feel this in my heart. I feel this in my stomach. Should I just curse love? Or should I just cut out my stomach? Édesapám biztos, hogy tudta ezt. Ezért fényképezett megcsonkolt fákat és hervadó virágokat. Yeah.
szépen gyönyörű zene szól, és rengeteg a legó. Két anyanyelv bemegy az étterembe. Azt mondja az egyik. Hogy a pokolba lehetséges az, hogy ebben az esőerdőben nem szolgálnak fel gluténmentes benzint? Én még soha életemben nem láttam ilyen játékboltot. Mire a másik? Ne bánkódjál te! Hát, hogyha ez a vonatállomás, ez egy szőnyeg volna, akkor te se törölhetnéd ki a seggedet egy avokádó szendvicssel. Két anyanyelv bemegy az étterembe. Azt mondja az egyik. Én, az meg hogyan? Öltötte lehetséget, hogy ebben az esőerdőben nem szolgálnak fel gluténmentes benzint? Én még soha életemben nem láttam ilyen játékboltot. Mire a másik? Ne zavartasd magad, hogyha ez a vonatállomás egy szőnyeg volna, de sem törölhetnéd ki a csekkedet egy avokádó szendvicssel. Patricia Kopaczynskaja játsza. Tökéletes hosszúságúak ahhoz, hogy egész nap kaparni tudjam velük a bőröm. Egész nap, egész addig, amíg el nem kezd vérezni. Nem örököltem édesanyám órát, és amikor 16 éves voltam, azt mondta, hogy nem vagy a lányom. De most már jobban vagyunk. Sándor szemében, hogy le akarja tépni rólam a szoknyát, és meg akarja csókolni a rózsaszín alkamat. És hogy bele akar köpni a barnás kígyó szemeimbe. De tudod, legalább az ég kellemes volt. A rózsaszín szép, csillagtalan ég. Köszönöm.
Fáj a tüdöm, amikor beszélnem kell, és nem igazán szeretem, hogy sosem azt mondom, amire gondolok. Nem lehet állítani a globális felmelegedést, és mindenki számára van egy szebb jövő. Mária sosem fog kilépni ebből a házasságból, ezért Mária sokszor a saját haláláról álmodozik, úgy, mint egy új kezdetről. Sokszor reményteljes, sokszor hervasztó, de örökre középszerű maradok. Nagymamám, Istenhez fohászkodik, hogy adjon neki erőt, hogy meg tudja ölni a férjét. És én neki szorítok. Tegnap egy pasas megfogta karomat, és öröntött bele a számba. De gondolom, hogy ezt én akartam így. Szerintem a legfontosabb dolog, így az életben, a kutyák ugatása a templomban. Hogy milyen hatással van a kutyák ugatása a kórus éneklésére. Főleg, hogy ennek a kutyának csak egy foga van, és egy kereszt a nyakában. Köszönöm.